nagyon hálás vagyok a finom ebédért, és mindazzal a sok jóval, amivel elláttak itt minket a testvérek. Jó együtt lenni, és jó együtt lenni az Úr házában. Talán könnyű a hálaadás itt és most, gyülekezetben. Mi a helyzet a hétköznapokban otthon, mert minket a Jóisten arra hívott el, hogy egy hálás életet éljünk. Szeretnék utalni arra, hogy az utolsó időkben nehéz idők állnak be. Erről beszél Pál Timóteusnak. És ott többek között 2 Timóteus 3-ban olvassuk, hogy az utolsó időkben az emberek lesznek, fénysóvárok, stb. És többek között háládatlanok. Amikor nincs ott a hálaadás. Amikor nincs terve a szívem hálával. Tehát miért legyek hálás? Miért örüljek? Miért legyek boldog? Vagy épp egy szolgatásommal történt meg, hogy a zsebében volt egy kis cukorka, és akkor az ajtón jöttek a gyerekek, egy gyereknek oda nyújtott, és jött az édesanyja is. És a gyerek azonnal szájába vette, a majszolta is, és akkor azt kérde az édesanyja, kisfiam, hogy mondod? És a gyerek mit mond erre? Az, hogy van még egy. Lehet erőltetni a hálaadást, hogy na, köszönj meg. Mondd azt, hogy köszönöm. Most lehet, mondhatom azt a testvérek, adjunk hálát. És a testvér azt mondja, hát igen, adjunk, mert így illik, legalább egy évben egyszer tartunk hálaadünnepét, akkor legalább legyünk hálásak. Én inkább erről szeretnék beszélni, én nem akarok ünneprontó lenni. Lehet, hogy egy kicsit negatív beállítottságú lesz az üzenetem. De szeretnék hangsúlyt fektetni arra, hogy vizsgáljuk meg azokat a dolgokat, amik akadályoznak minket a hálaadásban. Nem tudunk, nem igazi a hálaadás az életünkben, a szívünkben. Miért? Kérdés az, hogy miért? Miért nem tudunk úgy, ahogy kellene hálát adni? Miért nem csordul ki a szívünkből a hála, és legyünk telve, és boldogan tudjuk azt mondani, hogy hála neked, Uram. Amikor nem más kell mondja azt, hogy na köszönj meg, hanem ott van, jaj, de hálás vagyok ezért. Ha gondolunk erre a 10 emberre, Galileában, amikor Jézus ott elmegy, van 10 leprás. Leprások, ugye? Amikor azok ránéztek a kezükre, akkor azt látták, hogy amíg megvolt a kezük, akkor azt látták, hogy itt is egy nagy folt, ott is egy nagy folt, meg vagyok. Úgy lehet hálátok. Amikor az orvos, feltételezem, elmegyünk egy kivizsgálásra, és az orvos azt mondja, hogy gyógyíthatatlan beteg. Tudunk hálások lenni? Örülünk. Boldog vagy, és azt mondjuk, halleluja! Nem tudom. Hanem akkor elkeseredünk, jaj, illetve. Vagy, ezt már mondtam több helyen is, ott bennem van ez, nagyon kíváncsi lennék erre, ez így megtörténne egyszer. Mi most el vagyunk foglalva az Úrral, ugye? Most hálaadó ünnepét tartunk. És hálásak vagyunk az Úrnak mindazért, amit az Úr adott nekünk. De kérdezem azt, ha valaki most bejönne az ajtón, és odasugná a füledbe, hogy barátom, a házad ég. Akkor mit csinálnál? Hagynál csapot papot, és szaladnál jól csak a tüzet. Vagy azt mondod, nem baj, én most az Úrnak adok hálát mindenért. Mikor az énekszerző látta azt, hogy a háza ég, akkor lejött és írt egy gyönyörű szép éneket, és azt írta az énekben, ne dicsérjem az Isten, ne legyek egy hálatár, hiszen tisztán látok mindent, amit én velem művel. Sok dolog nem lesz többé, Isten szeret örökké. Bármi történjen körülöttem, legyek akármilyen beteg is, nézzen ki a testem akárhogy, akkor is tudjak hálás lenni. De ez egy olyan akadály, ami az embert arra kényszeríti, hogy állandóan bocsánat a kifejezésért, de állandóan nyavarjogjon, és állandóan jajgasson, és jaj, mi lesz? Jaj, hogy lesz? És jaj, de nekem adj! Kérlek, Uram, hogy adj! Kérlek, hogy könyörülj rajtam! Figyeljük meg az imaóráknak a nagy részét, mikor imádkozunk, együtt van az Úr népe, és imádkozik, legtöbbek a kérésekről áll az ima. Uram, adj! Adj nekem szeretetet, adj nekem békességet, Uram, segíts meg, és segíts, és segíts. Mikor van az, hogy kibuzdul, kicsordul a hála szívünkről? Még talán a betegségért is.
Mert a betegség talán közelebb minden az Úrhoz. Talán azt mondom, na, beteg vagyok, hamarabb meghallok, hamarabb az Úrral leszek. Pál azt mondta, nékem az élet Krisztus. És a meghalás? Nyereség. Nekem az lenne nyereség meghalni. De ti életetek kell, akkor kész vagyok maradni. Nagyon fontos az, hogy a mi betegségünkből meggyógyuljunk. És ami a még nagyobb probléma, nem az, hogy fizikailag betegek vagyunk, és ez akadályoz minket a hálaadásban, hanem a bűn. A bűn. És hadd mondjam azt, testvérek, nézzünk a kezünkre. Nem ez fontos? Azt mondja a Pál, akarom, hogy a férfiak mindenkor bűntől tiszta kezeket emeljenek fel, és úgy imádkozzanak. Hát de tiszta a kezünk? Vegyük elő a pénztárcánkat, és nézzünk bele, tiszta a pénzünk. Tudunk-e hálát adni? Vagy hogy lehet, hogyha bűnös kézzel, bűnösek a kezeink, bűnös a szívünk, bűnös az életünk, így nem lehet hálát adni, és akadályoz, és a hálaadás csak erőltetett, mert így illik, és akkor hát mondok egy hálát. Tisztuljunk meg, majd délután jöjjünk az Úrhoz, úgy, ahogy ez a 10 bérpoklós rájött arra, hogy nekünk meg kellene változni, nekünk mi így nem tudunk hálásak lenni, mi nem tudjuk azt mondani Jézusnak, köszönöm Mester, hogy eljöttél erre a földre, érettem is. Mert én tisztátalan vagyok, én bűnös vagyok, és szükségem van a gyógyulásra, szükségem van a szabadulásra. Ha látod, és ez látszik, nézzünk egymásra, nézzünk magunkra, látszik az, hogy nincs minden rendben. Látom azt sokszor, amikor csak úgy a szemében nézek egy testvérnek, látom azt, hogy valami nincs rendben. De van úgy, hogy nem mernek a szemembe nézni. Hanem lesütik a fejüket, és néznek jobbra és balra, és csak a szememben nem. Van sokszor, hogy így az Úr áldjon meg testvért, oda se néznek. Mert ott valami nincs rendben. Vagy van sokszor, hogy látszik a szószékről, amikor az ember prédikál. Látszik azt, hogy na, ott annál a testvérnél, vagy annál a testvérnél baj van. Mert nem, vagy elpirul, vagy valami nem stimmel, valami nincs rendben. És ebből meg kell gyógyulni, és meg kell szabadulni, és én azt szeretném, hogy legyen tiszta. Tiszta szívből jön igazán a hála. Tiszta kezeket felemelve, imádkozzanak, ételkedés is harag nélkül. Ugyanakkor a gond a hálaadással az, hogy mi látjuk magunk körül 10 ember volt ebből, ha egyik ugye körbenézett, akkor látta a 10 társán a leprafoltokat, látta a nyomorúságot maga körül, és akkor nem tud hálás lenni. Testvérek, látjuk mi magunk körül a sok nyomorúságot. Látjuk azt, hogy mi van körülöttünk. És akkor valahogy nem tudunk hálásak lenni. Ki tud hálás lenni akkor, amikor ugye nyomorúság van körülötte? Gondolok itt talán anyagi problémákra. Ugye, legyünk hálásak akkor, amikor nem elég a nyugdíj vagy a fizetés. És legyen hálás. Nincs pénzed, de legyen hálás. Na ez a kincs, amit helyezzen ő Isten a szívünkbe. Hallok sokakat, hogy hát itt Romániában hálásnak lenni? Nyomorúságos az élet. Bezzek, ha én nyugaton születtem volna, valahol ott az Egyesült Államokban. Az lenne az igazi. Ráadásul a New Orleans-ban születtünk volna. Ugye? De itt nem lehet hálásnak lenni. Hogy éljünk itt egy hálás életet? Minden rossz körülöttünk, semmi se jó. Mindenkivel nekünk valami problémánk van. Panaszt tudunk mondani, és általában, hogyha elmegyek valakihez, szóbálok valakivel, elkezdi a panasz, még el nem ő mindig csak folyik, csak ömlik a panasz. Ez se jó, az se jó, ez se elég, az se elég, ez sincs, az sincs, ez is kéne, meg az is kéne. Hát hol van itt a hála? Hogyan lehet akkor hálát adni? Akkor kérdezem azt, hogy mikor hazudunk. Itt az imádunk, amikor hálát adunk, vagy akkor, amikor panaszkodunk. Hogy lehet úgy hálát adni? Ugye az is a gyerekekről sokat lehet tanulni. Amikor a gyerek figyeli otthon, és megfigyelt egy gyerek, az édesapja, amikor leült az asztalhoz, hálát adott a finom ebédért, és nagyon szép imát mondott. Mikor pedig felhozták a levest, akkor elkezdte kritizálni, és azt mondani, hogy hát, só is hiányzik belőle, bors is hiányzik belőle, hát ez nem a legsikeresebb leves, a második oda kozmált, oda égett, hát ez se a legjobb, akkor a gyerek azt mondja, édesapám, most mikor hazudott? Mikor imádkozott, vagy most hazudik? Hát hogy lehet az, hogy egyik pillanatban hálát adok, másik pillanatban panaszkodok? Egy forrásból két ízű víz nem jöhet ki!
Vagy ott van a szívünkben a hála, vagy pedig az állandó keserűség is, a panasz is. Ezt ki kell vetni az életünkből, mert akármilyen helyzetben élünk, akármilyenek a körülményeink, lehetünk hálásak. Mert nincs is olyan nagy baj, mint hogy mi ezt elképzeljük. A probléma az, hogy a mi bajaink, a mi nyomorúságunk csak elképzelt, beképzelt nyomorúságunk. Sok esetben a betegséggel is így van, nem beteg az ember, de beképzel, bebeszéli magának, hogy ő rákos. Na, ő biztos rákos. És addig, hogy csak ugyan rákos. De bebeszélte magának is, van egy ilyen a pszichikában, hogy az ember magába úgy gondolja, és aztán van a közmondás is, amitől fél az ember, abban is benne. Hát én ki vagyok akadva sokszor magamon is. Mert előfordult az, ezt én megvallom, bűn ez, nem helyes az életemben. Biztos van, nem számoltam én meg soha, de 50 nyakkendőm biztos. Sokszor kinyitom a szeget, és azt mondom, nincs mit a nyakamba tegyek. Nincs. Hát hogy ne lenne? Van. Csak én úgy látom, hogy nincs. És ezt mondja az ördög is, oda jön és azt súgja. Hát nincs mit felvegyél. Tele a szekrény, rogyik össze a szekrény a sok ruhától, de nekem nincs mit felvenni. Hát mert nincs. Mert nem vagyunk megelégedettek, és azt mondja Pál Timóteusnak, nagy nyereség az Isten félelem. Megelégedése, és ez a gond, testvérek, hogy nem vagyunk megelégedettek, és ezért nincs hála a szívünkben. Mert nem vagyunk megelégedve azzal, amink van. És a másik dolog pedig, hogy mindig a másikat nézzük, hogy neki miért van több, mint nekem. És aztán az irigység megez bennünket. Sokszor azt mondjuk, hogy szent irigység. Köszönöm szépen az ilyen irigységet, az ilyen szent irigységet. Nekem ilyenből nem kell. Ne legyen bennünk az. Azt mondta valaki, elmentem valaki az nálunk a gyülekezetbe, azt mondta valaki, hogy nagyon, de nagyon nehéz az élet. És azt mondtam, hát nehéz. Azt mondtam, nem, nagyon nehéz. És különbség van a között, hogy nehéz, vagy nagyon nehéz. És azt mondta ez az ember, de nem más hibáztatok ezért. Mi tesszük nehéz az életet? Mi tesszük nehéz az életünket? Mert mikor meglátjuk azt, hogy ez termopánablakokat tesz, na akkor én is ki kell cserélni. Mindegy, hogy nincs mit egyek otthon, de én addig nem nyugszom, én nem teszek termopánablakokat, mert most már ez a divat. Vagy ha a másiknak ilyen szoknyája van, akkor nekem is olyan kell legyen. Addig nem nyugszok. Vagy ha az egyik kakastarja emeli a haját, akkor én is úgy csinálom, mert az ő úgy csinálta. És akkor egymást figyeljük, egymást nézzük, és persze nem vagyunk megelégedve. Soha nem leszünk így megelégedve. Lehet annyi pénzünk, hogy vasvillával forgatjuk, akkor se leszünk megelégedve. Egyszer azon gondolkoztam, hogy össze kéne írjam, hogy mik azok a dolgok, amikre nekem szükségem van. Fogjak hozzá és ügyek le egy lappal, és akkor írjam erre is, arra is, amarra is. De a rövőtlenül nem lenne elég alap. De annyi minden kéne, hogy az nem lenne elég egy egész A4-es lap, hogy felírni, hogy mi minden kell. És legyek hálás azért, amit nincs. És köszönjem meg az Úrnak, köszönöm Uram, hogy nincs. És ez is nagyon jó. Mi lenne, testvérek, hogyha az Úr, mikor azt mondaná, odállnánk az Úr elő, azt mondjuk, hogy nekünk egy nagyon kegyelmes és jó Istenünk van. Ugye, meghallgatja az imánkat. Pál apostol is imádkozott, azt mondta, Atyám, nekem van egy töv is az oldalamban, az húz ki onnan, mert nagyon zavar. Nem tudok úgy szolgálni, hogy prédikálni, hogy kell. Mit mond neki az Úr? Elég néked, Pál, az én kegyelmem. Odállok az Úr elő, Uram, nekem kellene egy kocsi. És az Úr azt mondja, elég néked az én kegyelmem. Tehát Uram, én kegyelmel nem mehetek. Vagy mégis? Lehet menni kegyelemmel is. Valaki azt mondta, hogy kérdezték tőle, hogy testvér, te miből élsz? Én tudták, hogy elég szegényes helyzet. Ez a kegyelemből. Ebből is meg lehet élni. Nem csak dollárral meg euróval lehet élni, hanem lehet kegyelemből is élni. És az Úr kirendeli, mert egy gondviselő Istenünk van, aki mindig megadja a szükséges. Ha gondolunk Illésre, amikor az Úr kéri patakja mellé rendelt, és ott a patak kiszára, akkor azt mondja neki az Úr, menj Sareptába, ott majd parancsolok én egy özvegy asszonynak, hogy ő viseljen gondot róla. Elmegy Illés az özvegyasszonyhoz, és az özvegyasszony pont szedegeti a kis fát, és készül, hogy megsüti az utolsó kis pogácsát abból a kevés kis lisztből, ami ott maradt, meg azt a kis kevés olajat, azt elkészíti, és aztán megeszik, és meghalnak. Azt mondja Illés az asszonynak, hozz nekem egy pohár vizet. Az asszony azonnal víz van bőven, azt hozok. Illés azt mondja, hozz valami harapnivalót is. Az asszony azt mondja, hát de nekem nincs, annyi kis lisztem van, csak hogy épp azt összekapargatom
a vég alján, és megsütöm, és a gyermekemmel együtt megesszük, és több nincs. Azt mondta, én is jó, csinálj úgy, ahogy mondtad, de előbb nekem hoz. Nem volt egy kicsit szemtele? Hát hogy gondolja ő? Most úgy elképzelem azt, hogy feltételezem azt, hogy ez a nő elkészít, ugye elkészített éri az ige pogácsát, odaadja Illésnek, Illés pedig bevágja, megeszi. Gondolta az azt, hogy milyen egy ember, legalább a gyerekemnek, legalább egy kicsit tört volna annak a kisfiúnak. Az most, annak csorog a nyála szinte utána, ez az utolsó kis fala, ez most megette minden. És azt mondja Illés, mától kezdve a békabeli liszt és a korsóbeli olaj nem fog elfogyni. És a nő újra belenyúl a békába, ott a liszt, nézi a korsót és ott az olaj. És aztán újra tud sütni, és megint is minden nap, és minden nap. Nagyon érdekes az, én úgy szerettem volna, hogy az a korsó teljen meg, és a vége is legyen telve. Hát egy ilyen Isten kellene nekünk, nem? Hogy mindig rogyásig legyen. De Isten azt mondja, hogy csak ott a véka alján. Csak ott. Miért? Hogy mindig hittel nyúljál be abba a vékába, hogy vajon ott lesz megint az a liszt. Jézus nem arra tanított minket a mi atyánkban, hogy úgy imádkozzatok, hogy legalább egy hétre legyen meg a kenyér, hanem a mindennapi kenyér, a mindennapi szükségletre. És így lenni hálásnak, így élni egy hálás életet. Köszönöm Uram, hogy minden nap kirendeled azt, amire nekem szükségem van. A gond az, hogy mi, én úgy gondolom, hogy nekem erre van szükségem, és a Isten azt mondja, ne, neked nem arra van szükség, neked arra van szükség, amit én adok. És te bízzál bennem, hogy én jóra vezetlek. És azt mondja a Jóisten igéje Zsoltárok könyvében, Zsoltáros mondja, én megöregedtem, megvénhettem, de én nem láttam még azt, hogy Istennek gyermeke kenyérkéregető legyen. Hogy oda jusson, hogy kéreges, hogy kolduljon. Ne! Isten gondot visel. Ha nem visel gondot a Jóisten, akkor én velem van baj. Én nem állok a helyemen, én nem vagyok ott, ahol kell legyek, én nem vagyok benne Isten kegyelmébe. Nagyon fontos, aztán megint figyeljük meg, ugye az, hogy helytelen értékeket látunk mi az életben. Nem biztos, hogy ugyanaz az értékes az én számomra, ami valóban érték. Mert lehet, hogy azt gondoljuk, figyeljük meg itt az igényben ezt a történetet, hogy van 10 bélpoklos, ebből mind a 10 meggyógyul. Egyeseknek mi volt az érték? Ha azt, hogy meggyógyuljanak, aztán mennek széllel versenyt. Mint ki merre lát. Ez az egy volt az, aki értékelte azt, amit Jézus Krisztus tett. És visszafordul. Nem tudom, hogy mi az érték számodra. Mi az, ami számodra értékes. Amit senki nem tud elvenni tőled. Mert dolgokat ugye el tudnak venni. Az, hogy nekem legyen házam, kacsalábon forgó palotám, mit tudom én mi. Ezt el tudja venni az Úr is, úgycsak egy szempillantás alatt jön egy árvíz, oda veszett minden, dől össze a ház. De akinek van érték szívében, aki nem csak arra törekszik, hogy a látható értékeket szalad, hanem fontos értékeket őriz a szívében, Pál azt mondta Timóteusnak, a rád bízott drága kincset, azt őriz, nekem az kell, a drága kincs ott a szívben, ami senki nem vehet el tőlem, sem a rozsdai, sem a moly nem emészti meg, a tolvajok nem lopják el. Na, ilyen kincsre tegyünk szert. Legyen ez az értékes a számunkra. Sok esetben lehet, hogy az lenne értékes csak, hogy gyógyuljak meg fizikailag. Ne legyen semmi bajom, ne fájjon a fejem, ne fájjon a fogam, ne fájjon semmi. Én legyek makkegészséges mindig. Erre vágynék talán. De lehet, hogy nem ez az érték, mert lehet, hogy így kell egy betegség néha, hogy az Úr tartson meg minket alázatban. Jobbnak nagyon jól jött az a betegség, kellett az neki, el ne bizakodjon. Kellett az a betegség Jobbnak, és a Jóisten megengedte a betegséget Jobbra. Igaz, hogy a sátán okozta azt a betegséget. De megengedte, kellett, az Isten tudja. Az érték teljesen más. És ebben a történetben is az érték nem is annyira, hogy meggyógyult a leprából, hanem Jézus azt mondja néki, eredj el, mert a te hited megtartott téged. Mert neked volt hited, a többinek nem volt, neked egyedül volt hited. És ez volt az érték, amit ez az ember megtalált. Megtaláltad ezt az értéket? Ott van a szívedben az élő hit, amit senki el nem vett tőled? Még egy dolog, amit ki szeretnék emelni,
ami akadályoz minket a hálaadásban. Amire egyre több példa van. Az, hogy megmaradunk az üres vallásosság mellett. Értsék jól a testvérek azt, amit mondok. A zsidó szokásban, a zsidó vallásban, ők mint bélfoklosok, ők el kellett végezzék a bizonyos rituálékat. Meg kellett tegyék azokat a bizonyos szokásokat. Jézus azt mondja nekik, amikor odajönnek tisztátlanul, betegen, hogy Mester, könyörülj rajtunk, menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak. Ők elmennek. Elmegy 9, odaér a paphoz, és a pap megmondja, hogy mit kell tegyen. Meg van írva Mózes 3. könyvében. Galambokat, vagy madarakat hozni, 2, meg karmazsint, meg ilyen fát, cédrusfát, meg olyan edényeket, abba kellett egyik madárnak a vérét kiönteni, a másikat belemártani, szabadon engedni, egy jó sor rituálé, amit be kellett tartani, és voltak ezek biztos, hogy a 9 ember, azok jó vallásos emberek voltak, hát ezt ők betartották, és ezzel mentek, ezt gyakorolták, ezt tették. Egyedül egy volt az, aki visszament Jézushoz, és azt mondta, nekem Jézus kell. Nem szeretném, hogy senki megsértődjön, de kialakul az, hogy csak puszta szokássá válik az egész vallásunk, az egész vallásos életünk. Eljövünk az imaházba, mi ezt már megszoktuk, és azt mondjuk, egyesek azt mondják, hogy hát testvér, ezt mi így szoktuk. Na és? Ha így szoktuk. Ezt így kell csinálni, mert mi ezt így szoktuk, és ez a mindenki is a törzs, a perzsák törvénye, és ezt nem lehet megmásítni. Mert ezt mi így szoktuk. Mindegy, hogy benne van Jézus, vagy nincs benne Jézus. De ezt így szoktuk, és így kell. Ezt meg kell csinálni, ezt a 7 napot végig kell ülni, a galambokat meg kell ölni, és aztán azt a rituálét be kell tartani. Mindegy, hogy ott van Jézus, vagy nincs Jézus. És az a baj, nem is lenne ez baj, hogy ezt így szoktuk, és jó csináljuk. De legalább lenne ott a szívünk is. A baj az, hogy Jézus már rég nincs ott. De mi tovább csináljuk, mert ezt így kell. És megmaradt a forma, megmaradt a külsőség, megmaradt a keret, igaz, hogy a kép már elkopott belőle, de a keret még ott van. És legalább abban gyönyörködjünk. Testvérek, nekünk Jézus kell, nekem Jézus kell. Ez az ember nem törődött azzal, hogy nem mutatok be áldozatot, nem törődött azzal, hogy nem látnak a papok, nem fogják a bizonyítványt kiadni, hogy igen, ez is megtisztult, de legalább ott leszek Jézus mellett, és a Jézus lábaihoz borulok. Mert neki kellett is, arra lenne szükség, testvérek, az utolsó időben, hogy égjen a szívünk Jézusért. Hogy ott legyen a vágy Jézus Krisztus iránt. Azt mondta Jézus, ez a világ tűzzel sózatik, meg úgy szeretném, hogy már égjen. Hogy égjen az emberek szíve, hogy lángoljon, hogy ott legyen a buzgóság. Sokszor, testvérek, fáj a szívem, amikor látom azt, bediktálnak egy-egy éneket. Úgy immel, ámmal, végig énekel, de csak azért, mert ezt így szoktuk. Ez kell, kezdőinek, záróinek, ilyenének, olyanének. Nincs ott a szívünk, nem is tudjuk, hogy mit énekelünk sokszor. Sokszor énekelni. Nálunk nagyon sokszor nagyon felkapott ének az. Nem tudom pontos, hogy kezdődik, talán épp így, hogy mindenről lemondok, érted Jézus. Még ha meghallok is, érted. Engem olyankor valahogy őszintén mondom, borsúzik a hátam. Mert mikor arról van szó, egyszer felálltam és azt mondtam, testvérek, ha ez így igaz, hogy énekeltétek, akkor megkérlek szépen, hogy péntek este, hétköznap este, gyertek és énekeljétek el. De pénteken is 2-3 énekkaritak csak. Hogy akkor mondunk le mindenről? Mindenről készek vagyunk lemondani. Vagy csak énekeljük, mert megszoktuk, hát ezt így kell gyakorolni. Ég ott a szívünk és őszintén énekeljük. Énekeljetek a Jehovának, de énekeljetek szívből. Igen a szívünk Jézus Krisztusért, legyen csordultig a szívünk, és tudjuk azt, hogy köszönöm Úr Jézus, köszönöm bűneim bocsánatát, köszönöm, hogy minden mocskos szentől megtisztítottad a szívem, a lelkem, és élek neked. És azt mondja Jézus ennek az embernek, eredjel a hitet téged megtartott. Te, neked van üdvösséged, mert hittel jöttél is ide, borultál Jézus lábaihoz. Nem tudom, testvérek, hogy vagyunk itt. Nem tudom, hogy mi van a szívünkben. Mennyire vagyunk hálásak is, mennyire nem. Mennyire vakított meg minket ez a világ, a világnak a szelleme. Az anyagiasság, ami uralkodik ebben a világban.
Mert azt mondja Pál, minden rossznak gyökere a pénzszerelme. És ez az igaz ma is. Hogy minden rossznak gyökere a pénzszerelme. És éljünk egy tiszta, és ahogy délelőtt szólt, egy szabad életet, hogy égjen a szívünk Jézusért. Az Úr segítsen meg mindannyiunkat egy ilyen életre. Amen. Amen.